És Nyíregyháza után nézzük Máté Szalkát. Rostás János főigazgató úr a vendégem, a Máté Szalkai Szakképzési Centrumból. Jó estét kívánok! Jó csókolom! Milyen számok a jellemzők a Máté Szalkai Szakképzési Centrumban? Hány diák tanul? A Máté Szalkai Szakképzési Centrum méreteiben harmada a nyíregyházi centruménak. 3000 fölötti tanuló létszámmal rendelkezünk 5 iskolában, és a tanuló létszámunk az úgy áll össze, hogy a nappali iskolarendszerű képzésben, illetve a felnőtt oktatásban, amely szeptembertől egy új profil a centrumok életében, több mint 600 tanulónk van. Felnőttek, akik a másodszakmát ingyen szerezhetik meg. A szakképzésről mindjárt beszélünk, egy picit talán a következő tanévben életbe lépő középfokú oktatásról kell váltanunk néhány szót, hiszen tudva lévő, hogy gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák lesznek. Ezekben az intézményekben, amit említett, ebben az 5 intézményben van-e valami változás, valami profilváltozás, vagy marad minden a régi? Nem marad minden a régiben, mert már az átalakulás pillanatában sok minden változott. Ahogy az előző bejátszásban is azért lehetett hallani a kamrai véleményből, azért azok a szakképesítések, amelyek jellemzőek voltak egy adott iskolára, azok nem lettek fenekestől felforgatva, tehát az iskolai profilok azok megmaradnak. A hiány szakmákban igyekszünk azért mi is lépést tartani, illetve a beiskolázási mutatóinkat javítani. Tehát a változások az igazából a rugalmasság és a munkaerőpiaci megfelelés felé mozdulnak el. Tehát már nem egy stabilis rendszert kell elképzelni, hanem a adott településen lévő iskolánk az napi kapcsolatban van a településen található, városban található kis-közép vállalkozásokkal, illetve multikkal, és ennek megfelelően kell, hogy alakítsuk a képzési profilunkat. Úgy néz ki, hogy az összhang jelenleg még megvan, de folyamatosan rajta vagyunk az ügyön, hogy ez az összhang meg is maradjon, és az igényeknek meg tudjunk felelni. Hogyha szám szerint megmondjuk, vagy nevesítjük, akkor hány gimnázium, hány szakgimnázium, vagy régi szakközépiskola, illetve már így mondom, hogy hagyományos szakmunkás képző, amiből szakközépiskola lesz, marad meg ebben a térségben? A Máté Szalkai Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolák közül úgynevezett vegytiszta szakképzőiskolánk, az egy van, a Nagykállói Kállai, ő lesz szakközépiskola. A Nagykállói Budai szakközépiskolából lesz szakgimnázium, a Bethlen Gábor több célú intézményből, a Nyírbátori Bethlenből szakgimnázium és szakközépiskola, a Máté Szalkai Dériből ugyanúgy szakgimnázium és szakközépiskola, illetve az utolsó, egyik legnagyobb intézményünk, a gépészeti pedig szakgimnáziumként fog tovább működni szeptembertől. Tehát akkor van miből választani, van miből, illetve hát be is iskolázzák a diákokat, hiszen már a jelentkezések lementek, pótfelvételik voltak, és azért most már látják azért nagyjából az irányokat. Amikor mi korábban beszélgettünk, de bármelyik térségben is jellemző volt az elmúlt években, hogy inkább a gimnáziumot választották a diákok továbbtanulási célként, szakközépiskolába kevesebben jelentkeztek, és hát szakmát tanulni, és ugye arra inspirálnak őket, hogy érdemes. Milyenek most az arányok? Mit látnak jelen pillanatban? Hát nem kukucskálunk át a szomszéd kerítésén, hogy mi újság a gimnáziumoknál, inkább arról tudjuk beszámolni, hogy mi újság a mi iskoláimban. A beiskolázás terén nem állunk rosszul. Azt gondolom, hogy az a fajta propaganda munka, vagy felvilágosító munka, amelyet igyekeztünk már a tanév kezdetétől a tanulókon, szülőkön keresztül eljutatni a széles hallgatóságig, azt talán értő fülekre talált. Tehát amikor a centrumokat létrehozták a szakképzési centrumokat, akkor egy kínálatbővítéssel is szeretünk volna a szülők, tanulók felé élni. A gimnázium érettségi az mindenki előtt egy magasztos elérhető célként lebeg. A szakképzési centrumok ezt a lehetőséget a szakgimnáziumi és a szakközépiskolai képzésben is fogják tudni biztosítani a tanulóinknak. Tehát azt gondolom, hogy egy 13-14 éves gyerektől egyáltalán nem várható el, hogy felelősségteljesen tudjon dönteni a jövőjéről. Mi abban tudunk, és a rendszer abban tud neki segíteni, hogy a centrumon belül, akár egy iskolán belül is, ha megváltoztatja a döntését, akkor tudjuk kínálni neki olyan lehetőséget, amely még amelyben szakmát is ad, amelyel munkaerőpiacon el tud helyezkedni, érettségit kap, amelyel a továbbtanulás lehetőségét is meg tudja szerezni. Tehát azt gondolom, hogy egy komplex kínálattal tudunk élni minden szülő és tanuló felé.
Ezért gondolom azt, és azért nem is gondolom azt, hogy a szomszéd udvarára kellene áttekingetni. Tény, hogy a folyamatosan csökkenő tanuló létszám az érezhető minden köznevelési szinten. Hadd merjem azt mondani, hogy a Máté Szakai Centrum beiskolázás adatai azt mutatják, hogy mi azért egy kicsit ettől jobban állunk. Hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt időszakban előkészítették ezt az átalakulást, ezt az átalakítási folyamatot, akkor lesznek-e, vagy vannak-e komoly tartalmi változások, és meg vannak-e már a tantervek, kerettantervek ehhez? A jogalkotás az általában mindig az eseményeket követően úgymond teszi a dolgát. Most is abban az időszakban vagyunk, amikor arra várunk, hogy nemzeti alaptanterv módosítások, ebből összefüggően kerettantervek, új kerettantervek kiadása sorra kerüljön. Május utolsó hetére, illetve június első hetére ígéri a törvényhozás, a törvényalkotó, hogy ezekkel a dokumentumokkal rendelkezni fogunk. Nézzük a másik oldalát, a képzés másik oldalát. Ugye a szakképzésben, a szakmunkás képzésben nagyon fontosnak tartják a gyakorlatorientált képzést. Erre fog felépülni a következő rendszer, illetve hát már a szakképzési irányok, a beiskolázási irányok és a szakmaszerkezeti felépítés is ezt célozza meg. Az elmúlt években mit tapasztalnak a duális képzés tekintetében, vagy a tanulószerződések tekintetében, bevált-e ez a gyakorlatorientált képzés? Hát, ha röviden kellene megfogalmazni, akkor mindenféleképpen azt kell mondani, hogy igen, az elképzelések azok jók voltak, és a rendszer is úgy működik együtt, a Kereskedelmi és Iparkamara ebben nekünk oszlopos támogatónk, hogy az előző évekhez képest bizony a tanulószerződések számát sikerült növelni, sikerült bevonni olyan vállalkozásokat, és itt inkább a kis és közepes vállalkozásokat említeném, akik partnerek ebben a feladatban. Azt sajnálta kell megjegyeznem, hogy a multik ebben kicsit távolságtartóak, tehát van munkánk még azon a területen, hogy a nagyobb transznacionális, multinacionális vállalatokat meg tudjuk szólítani, és hogy a magukénak érezzék a szakképzést. Az is nagyon érdekes, hogy egy-egy évben mik vagy melyek a hiány szakmák, hiszen csak tendenciákat lehet mutatni. Mondjuk, amit most itt a bejátszásban említettünk, ez Máté Szalkára a térségére jellemző egyébként? Én úgy gondolom, hogy nagy vonalakban igen, ráhúzható ez az elképzelés, vagy ez az irány. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy vannak dömpingszerű igények a munkaerőpiacon, amelyek több száz szakképzett munkaerőt igényelnek. Ez a mi esetünkben, Máté Szak esetében az optikai ágazat igénye az, amelyiknek folyamatosan meg kell tudjunk felelni, ugyanis az ország egyik legnagyobb optikai gyártó bázisa található az ipari úton. Több nagy cég úgymond fűzére található itt, és hát egészen speciális helyzet az, amikor egy Hojának, vagy egy Flabegnek, vagy bárki másnak kell majd megfelelni. A centrumok ilyen szempontból is szerencsés helyzetben vannak, mert közel vagyunk a döntési helyekhez. És hát ezt rugalmasan kell kezelni a jövőben is. Nagyon szépen köszönjük, főigazgató úr, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm a meghívást.